ez csak írói árnyék, de szerintem ezt már sokan tudják, sőt, biztos vagyok benne, hogy azt is sokan tudják, hogy, hogy mi az igazi neve. Köszönöm szépen! Honnan veszi az ötleteket? Esetleg felhasznál dokumentációt, vagy igaz történeteket, vagy minden fikció, vagy is-is? Mert azért ilyen sorozatgyilkosságokat, hát nem tudom, én nem hallottam róluk, de biztos, hogy léteznek. Well, they don't really exist in Sweden. We don't have very many serial killers. We had one, but he turned out to lie. Svédországban nem túl sok sorozatgyilkos van, talán volt egy, de aztán kiderült, hogy ő sem mondott igazat. But it's not about a Swedish serial killer, it's about an American serial killer coming to Sweden. De ez nem egy svéd sorozatgyilkosról szól, hanem egy amerikai sorozatgyilkosról, aki Svédországban jön gyilkolni. Jó dolog a siker. Tehát hogy éli meg a sikert? Mert ugye azt gondolnánk kívülről nézve, hogy fú, ez milyen iriglésre méltó, hogy valakit így körülrajonganak, és imáznak, és istenítik, és hívják ide, hívják oda, a plakátokon szerepel képe, neve, de talán lehet a siker néha teher is, nem? I've had a long time of experience of the opposite as well, and I think success is better than failure. Az ellenkezőt nagyon sok ideig megtapasztalhattam személyesen is, és elmondhatom, hogy a siker az jobb, mint a kudarc. No, I haven't really discovered the downsides of it. I'm thinking. Én nem igazán vettem észre, hogy milyen lány oldala van, gondolkozom. The only thing I can think of is that I travel so much that there is little time to write, actually. Tehát az egyetlen hátulütője, nagyon sokat utazom, és kevés az idő az íráshoz. És hogy kell magát elképzelni? El lehet magát képzelni írás közben? Well, you don't really want to see me when I write. It's not a pretty sight. Nem igazán szeretnének engem látni írás közben, mert nem túl szép látvány. Mert? You know, you don't really wear a dress when you're writing. You know, see? Nem tiltakoznak olyan sokat esetleg. I usually wear shorts or something very nasty. Valami egy sorban ülök írás közben. Három különböző Dál nevű író könyveit is kiadták. Úgyhogy ez a Dál, ez ebbe lehet valami, szóval nagyon népszerű lehet, úgyhogy biztos nem véletlenül választotta ezt magának. Well, I should have picked a more original name, perhaps. Lehet, hogy kicsit eredeti nevet kellett volna, akkor választanom. Most már késő. Yes, and no, I actually picked up the letters of my last name, Arnold, and turned it into Arnedal, once upon a time, when I wanted to change my life a little bit. Igazából úgy történt a névválasztás, hogy a keresztnevemnek a betűiből alkottam meg a Arnedal, az Arnen szóból ezt a nevet. Akkor, amikor meg szerettem volna az életemet változtatni. De beszéljünk kicsit a filmekről, mert ugye azt is szerintem sokan tudják, hogy Arnedal vagy Jan Arnold könyveiből, krimi regényeiből több részes TV-film sorozat készült, és ezek is nagyon nagy sikerrel futnak. És kíváncsi lennék, hogy mit szólt, amikor egyrészt, hogy mennyire vették bele a háttérmunkálatokba, mennyire vett részt benne, a filmesek mennyire kívánták meg, hogy részt vegyen benne. A másik, hogy mit szólt, amikor először látott egy filmet, mert nyilván a fejében megvolt a szereplők képe, a történet, tehát mindent látott nyilván magában, amit leírt, és furcsa lehetett, vagy érdekes ezt megvalósulni, látni. Yes, my books, or the first five books, were filmed for television when I had written 11 books.
az első öt könyvem akkor jelent meg a képernyőn, amikor már 11 könyvet írtam. So I had a long time to get to know these people and get to know exactly how they behave and how they look and what they like and what lives they live. Tehát nagyon sok időt el tudtam megtölteni ezekkel a szereplőkkel, az, hogy hogyan néznek ki, már kialakult bennem, hogy néznek ki, hogyan viselkednek, mit csinálnak. And then it was time to make films of it, and it was a bit worrying. I was a little bit nervous about how it was going to be. És ezen a ponton jött el az az idő, amikor filmet készítettek az első öt könyvben, és egy kicsit unalmasnak tűnt, és egyben ideges is voltam amiatt, hogy ez majd hogy fog megjelenni.